A Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei évben több mint 5,4 millió adózónak készítette el a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, melyek a NAV honlapjáról már elérhetők. Akinek nincs ügyfélkapuja, az április 15-éig kérheti a tervezetek postázását. Az adóbevallásról, az 1+1%-ról, a gépjárműadóról és a dohánytermékek adóemeléséről is kérdeztük dr. Imre Zoltánt, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom megyei adó- és vámigazgatóságának adószakmai sajtóreferensét. Április 15-éig meghosszabbította a NAV azt a határidőt, amíg a bevallási tervezet postázását lehet kérni. Azok, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, többféle módon kérhetik a NAV-tól, hogy a postás hozza a bevallási tervezetet. Legtöbben egyébként SMS-ben kérik a 0630 344 43 04-es telefonszámon. Itt meg kell adni a születési dátumot és az adókártyán lévő adóazonosító jelet. Nagyon sokan kérik még a 1819-es telefonszámon a bevallási tervezetet, de ezen kívül még lehet kötetlen formában, levélben, és azt is tudni kell, hogyha valaki például a családtagjainak szeretné a bevallási tervezetet kikérni, akár egyetlen egy telefonról is el lehet indítani az összes tervezetnek a kikérését, tehát nem fontos, hogy mindenki a saját telefonjáról kérje ezt. Legegyszerűbb helyzetben azok vannak, akik ügyfélkapuval rendelkeznek, ugyanis ők már március 15-től elérik a bevallási tervezetet. A NAV egyébként mindenkinek készít bevallási tervezetet, akinek munkáltatói kifizetői adat áll rendelkezésre. Ez egy kiajánlás. Ezt még az áfás magánszemélyeknek, az őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is elkészíti a NAV. Annyi a különbség, hogy esetükben természetesen a NAV által kiajánlott bevallási tervezetet ki kell egészíteni, módosítani kell, de egyébként az összes többi magánszemélynél igaz, tehát az említett kör kivételével, hogy ez a bevallási tervezet május 20-ával érvényes bevallássá válik. Tehát nézzük a határidőket. Ugye március 15 volt, amikortól elérhető a tervezet az ügyfélkapusoknak. Április 15-ig lehet kérni a többieknek a bevallási tervezetnek a kipostázását. A NAV április 30-ig fogja ezt a postázást megtenni. Tehát onnantól kezdve még van 20 nap, hogy aki bevallási tervezetet kikérte postán, átnézze otthon leülve az asztalához, hogy a kifizetői munkáltatói igazolások egyeznek a NAV által elkészített bevallási tervezettel. Gyakran felmerül az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a NAV által küldött bevallási tervezet és az általam rendelkezésre álló igazolások nem stimmelnek egymással. Nos, ebben az esetben saját SZIA bevallást kell benyújtani, tehát amit a NAV kiküld tervezetet, arra nem lehet ráírni és azt visszaküldeni. A NAV a bevallási tervezetekhez 2x1%-os rendelkező nyilatkozatokat is küldi. Emlékezetes, hogy az első 1%-ot civil szervezetnek, társadalmi szervezetnek lehet felajánlani, a második 1%-ot pedig vallási közösségnek, egyháznak. Az első 1%-ot Komárom-Esztergom megyében 800 civil szervezet várja, és az elmúlt évben több mint 220 millió forintot kaptak. A második 1%-ról nincs információ, hiszen nincs Komárom-Esztergom megyei közösség, viszont nagyon fontos, hogy a második 1%-ról nem kell minden évben újra és újra rendelkezni. Azt a NAV rendszere idézőjelben megjegyzi, és csak akkor kell itt bármit tenni a második 1%-kal, hogyha azt meg szeretnénk változtatni, vagy vissza szeretnénk vonni. Amennyiben a második 1%-ot valaki nem egyháznak vagy vallási közösségnek szeretné adni, lehetőség van a Nemzeti Tehetségprogram kiemelt költségvetési előirányzat javára ezt felajánlani, a technikai száma 1823. Egyébként az 1%-os rendelkező nyilatkozatokat a magánszemélyeknek kevesebb, mint a fele teszi meg, és a társadalmi szervezetek, az iskolai, óvodai alapítványok, az állatmenhelyek kérik, hogy ezt az 1%-ot, az első 1%-ot ne felejtsük el, hiszen ennél viszont nem igaz az, hogy a NAV újból és újból ugyanoda utalja, tehát ezt minden évben újból és újból meg kell tenni. Lehetőség van arra, hogy a munkáltatón keresztül adjuk be a 2x1%-ot, tehát ez továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. Május 10-éig kell leadni a munkáltató felé ezeket a borítékokat.
lezárt borítékba természetesen az adóazonosító jelet kell ráírni, valamint a ragasztási felületet át kell írni saját kezűleg a magánszemélynek. Ezeket a munkáltató összegyűjti, és behozza a NAV-hoz, vagy beküldi postán május 20-áig külön kísérőjegyzékkel lezárt csomagban, és ekkor a NAV ezt így elfogadja. Tehát nagyon fontos, ne felejtsük el az 1%-okat, főleg az első 1%-ot, hiszen arról minden évben újra és újra rendelkezni kell. Gépjárműadóról is szeretnék szólni néhány szót, ugyanis január 1-től átkerült a gépjárműadó kivetése és beszedése a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Nagyon sokan fordulnak hozzánk, ugyanis március végével már véget ér az az időszak, amíg kipostázzuk a határozatokat. Komárom-Esztergom megyében egyébként több mint 150 ezer határozatot postázott a NAV, és ez mind papíralapon, postai úton ment ki, kivéve persze a cégeket és az egyéni vállalkozókat, hiszen ők ügyfélkapura kapták meg ezeket a határozatokat. Amit tudni kell, hogy akinek esetleg több gépjárműve van, ő is csak egy határozatot kap. A NAV alkalmazza az adózás rendjéről szóló törvényben előírt kerekítési szabályokat, és ez az oka annak, hogy 1000 forintban van meghatározva a határozatban a gépjármű adó összege. Ezért 499 forintig lefelé kerekít a NAV, 500 forinttól viszont felfele. Tehát előfordulhat, hogy lesznek olyan emberek, akik több száz forinttal kevesebbet fizetnek, és lesznek olyanok, akik sajnos több száz forinttal többet, de nagy átlagban ugye ez kiegyenlítődik, tehát a NAV-nak ebből nem lesz bevétele pluszban. Az a cél, hogy mindenki csak annyit fizessen, amennyit kell, de azt április 15-ig kell megtenni, tehát az első részlet a tavalyival ellentétben egy hónappal meghosszabbodott, április 15-ig kell megfizetni az első gépjárműadó részletet, a következőt pedig szeptember 15-ig. Gyakran felmerülő kérdés, kollégáinkhoz fordulnak azokkal a kérdésekkel, hogy mi van azokkal, akik még tavaly ugye kaptak mentességet, kedvezményeket, és az önkormányzatnál ezt figyelembe vették. Nos, a NAV-nál ezeket természetesen ugyanúgy továbbra is figyelembe veszik, tehát minden önkormányzat megküldte a NAV-hoz a december 31-én hatályos mentességeket, kedvezményeket, ezt a NAV figyelembe veszi. Azonban, hogyha valaki azt tapasztalja, hogy az általa fizetendő adó a határozaton nagyobb összeg szerepel, mint eddig megszokta, akkor vegye fel a kapcsolatot a határozaton szereplő ügyintézővel, ott van egy telefonszám, aki elmondja, hogy mi a további teendő. Tehát nem az a célja a NAV-nak, hogy itt bárki többet fizessen, sőt az a cél, hogy senki ne fizessen többet, viszont azt április 15-ig kell megfizetni. Akinél esetleg ilyen csúszás van, hogy később kapta meg a határozatot, vagy fellebbezett, vagy további egyeztetés volt szükséges, ott természetesen ez a határidő kitolódik, tehát senkit nem fog a NAV pótlékolni, vagy bírságolni. Nem is ez a célunk, viszont mindenkitől türelmet kérünk. Szeretnék még szólni egy szót a jövedéki adó változásról, ugyanis ebben az évben a cigaretta jövedéki adója január 1-ével és április 1-ével két lépcsőben emelkedett. Ennek az volt az oka, hogy Magyarország eljárás alá került az EU-nál, hogy túl alacsony volt a jövedéki adó a cigaretták esetében, ezért volt ezt kötelező megemelni. Egyébként hatósági áras a cigaretta, a NAV honlapján megtalálható az összes cigaretta, dohánytermék, szivar, szivarkának a kiskereskedelmi eladási ára. Ma reggel megnéztem, egy átlag ár a cigarettáknál most 1468 forint, és ez fog emelkedni áprilisban 40-50 forinttal, tehát egy ismert nemzetközi márka, amit még szintén megnéztem, ami most 1780 forintba kerül, április 1-től 1820 forintba fog kerülni.